Hát nem sok maradt a tojásból. Na, akkor lássunk, hogy miket szereztünk a Prix-ben végül. Én itt fogok asszisztálni, és így a kamerának mutatom a dolgokat. Ungaréze szalá, szalámi. Szóval magyar szalámi. Nem hiszem, hogy magyar egyébként. Az olaszok, de... olaszok szerint ilyen a magyar szalámi. Igen, igen, igen. Ez ilyen nagy szalámi egyébként. Oké. Okay. Ez ilyen sonka dolog. Nagyon finom. Ez húsi, illetve húsi? Ezt majd meglátjuk, milyen. Ilyen spenótos töltelék van benne. Szerintem jó lesz. Aki szereti a spenótot, annak jó. Cordon bleu. Gyorsan elkészíthető, már egyszer megsütött dolog. Na hát ez érdekes lesz. Ilyet én még nem ettem sose. Ez valami rák dolog, de frutto di mare, tengergyümölcsei, hát meglátjuk, milyen ilyen kis darabkák, de szerintem tök jó lesz egyébként, meglátjuk. Joghurt. Frutta frullata. Tök két jó, darab, gyümölcsös. Két darab epres, két darab banános, két darab ilyen tutti frutti, vagy hát ilyen izé, és barackos két darab. Ez tök finom. Megkóstoljuk. Családi csomagolás. Na ez... Ez Damien kedvence, úgyhogy mesélj róla egy kicsit. Ez ilyen, olyan, mint a karácsonyfán, hogy hívják azokat a... Habkarik, ez ilyen habcsókuk, ilyen habkarika. Aha, ez ilyen habkarika. Ó, a kedvenc fóliám, ilyenből van otthon egy rahedli egyébként. Kb. 50 méteres. 200-300 forint. És tök jó, tehát vékony, de mégis erős. Tök jó, én imádom, tehát szerintem nekem soha többet nem kell már fóliát vennem, mert egy életre kitart. És letépő is van rajta. Olyan sok van belőle. Ó, egy kis békön. Hát a tojásrántottába terveztük, meglátjuk, milyen lesz. Igen, Barilla, ezt a spagetti tésztához vettük, ami hol van? Ott a sárga előtt. Ja, ez az. Igen, ami szintén Barilla egyébként. Nagyon szerettem a Barilla termékeket, otthon is lehet egyébként kapni, tehát ez tipikus olasz dolog, nagyon finom. Ó, ez még egy jópofa dolog. Ilyen kis süti. Milyen is? Magyaros? Uh-huh. Magyaros, ilyen kis szeletek, ilyen kis sütike. Ez is finom. Ó, vegeta, hát igen, ez az én kedvencem, tehát itt kellett nekem ilyen. Úgyhogy ez muszáj volt só helyett. Oké, okay. Ez... mi is volt ez? Parmezán sajt. Igen, a spagettihez, illetve majd még a többi tésztához. Ez is jó lesz. Igen, ez a másik tésztaféle. Ez Prix-es, tehát ilyen bolti cucc. Mi is ez? Tortellini. Ez melyik? Ez a tortellini, igen. Bolognai töltelékkel tortellini. Nyam, 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 nyam. Ez nagyon finom lesz szerintem. Csokik. Hát ilyen otthon is van, ez a sogetten. Ezt szeretjük egyébként, mert egy táblának megfelelő, és tök jó áron van, és ugyanúgy a szokásos ízekben megtalálható. Ezt nagyon szoktuk otthon is szeretni, úgyhogy ilyet azért vettünk. Ez, pisztácia. Ez is Damien kedvence, pisztácia. És itt a Prix-ben különösen jó áron hozzájutottunk, mert egyébként elég drága manapság. Mosósz, egy kis más téma. Hát, vettünk egy kis mosóport. Ugyanis van mosógép. A szobabemutatóban már ott majd, igen, lehet látni, van mosógép. Tök jó, úgyhogy vettem egyet, hát ha kell. Öblítő. Rózsaillatú öblítő. Szagoljátok. Rózsa illata van. Jó illata van? Nekem íz lett. Oké. Okay. Most akkor vissza a kajákhoz. Ketchup. Helyi ketchup. Hát, tök jó. Amordi, szóle? Uh-huh. Zsír. A nap szerelmeseinek? Gouda sajt.
A goudát szerettem a legjobban. Az edámi is finom, de a gouda az nekem jobban ízlik. Ez már volt, ez a barilla, ebből kettőt vettünk. Ubi. Savanyú ubi. Király. Imádjuk a savanyú ubit. Ez csemege, nem? Hát jó, de az savanyú, nem? Csemege savanyú. Ó, pékáru. Ez, hát zsömle, de ilyen extra méretű, ez ilyen tipikus olasz dolog, itt ezt sok helyen szeretik, ezt a nagy, nagy félét. És akkor a végén egy kis tojás. Még így. Ebből kettőt vettünk. Két tízes dolgot. Tojás. Tojás formájú tojás. Na, hát nagyszerű. Vaj, burró, egyszerű kis dolog, ilyen kis cuki tehén van rajta. Jöhetnek az innivalók, víz. Aki szereti a mentes vizet, annak tudom ezt ajánlani, Guizza, ez a rózsaszín kupakos, 2 literes, vagy nem? De. A régi az várjál? Két literest hoztunk. Igen. Ez még másfél, de most 2 literest hoztunk egyébként. Igen. Ez tök jó, mert abszolút natúr meg minden, tehát én ezt nagyon szeretem. Prixes pici mini italok, ez nagyon jó pofa, 1 literesek, ez limonádés. Ezek is nagyon-nagyon jó árban vannak, tehát ezeket még így is megéri venni, hogy csak 1 literes. Az milyen volt? Narancsos. Ez, mi ez? De érdekes, ez is ilyen citromos, ilyen lime-os? Citrusos. Szerelte. Igen, citrusos. Jó sárga egyébként, nem tudom, mennyire látszik a felvétel. Igen, jó kis sárga színe. Kijön közelem, igen. És akkor még van kólás ebből a kis 1 literes fajtából. Ezek szénsavasak, igaz? Igen, szénsavasak. Így van. Na, jöhetnek a teák. Ez barackos. Barackos tea. 250 ml gratis. Tök jó. Ez is jó pofa színű. Igen. Oké. Okay. Akkor ez limonádés. Limonádés tea. Ez nem tudom, ilyet ittál már, Damien, különben? Akkor ez új lesz. Új. És amit már ittunk, és jól ismert, ez a San Benedetto Tea Verde, ez a klasszikus. Ezt úgy kellett, nem? Ezt mindig szoktunk itt máré menni. Na, srácok, ha tetszett ez a hol bevásárlós videó, akkor like. Lájkoljatok, iratkozzatok fel a Fanni csatornájára, és folytatjuk. Folytatjuk. Ciao, Italia! Hello.